Ez a kis makett azt mutatja be, hogy lehetséges-e, hogy egy jármű valamelyik pontja a jármű mozgásával ellentétes irányban halad. Az itt hátuló asztal jelképezi a vasúti pályát, a sínt, az itt látható papírhenger a kereket, és a vasúti kocsi kerekének van egy úgynevezett pereme, amit ez a fehér ráragasztott papírcsík jelképez. Most épp abba a pozícióba vagyunk, amikor ez a függőleges drótszál egybeesik a nyomkarima legszélső pontjával. Na most megindítjuk, és nézzük, hogy merre mozog a nyomkarima vége, vagyis a papírcsíknek ez a nyílhegye. Ebben a fázisban látszik, hogy előre mozog, tehát ugyanolyan irányba, mint a jármű. Még mindig előre, na most egy határhelyzet van, és ettől kezdve visszafelé mozog, ami igen megdöbbentő. Tehát látható, hogy van olyan pontja egy testnek, amelyik a mozgással ellentétes irányban mozog. Na még egyszer nézzük meg. Most meglökjük, és látni fogjuk, hogy egy darabig előre mozog, előre, előre, előre. Itt körülbelül az asztal szélénél van a határhelyzet, attól kezdve visszafelé mozog a papírszalagnak a vége. Hát ez igen érdekes, egy új ismerettel lettünk gazdagabb a guruló járművek mozgását illetően.